Európában a 2023. január 31 i adatok szerint 4 ezer ukrán menekültet tartanak nyilván. Számolt be az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága Hivatalának sajtószolgálata. Az ENSZ közlése szerint január végén az európai országokban menekült ukránok száma majdnem elérte az 5 milliót. Viszont az elmúlt két hónapban több mint 140 ezerrel csökkent a németországi menekült státusszal rendelkező ukránok létszáma. Jelenleg Lengyelországban tartózkodik a legtöbb 1 563 ezer ideiglenesen védett státusszal rendelkező ukrán állampolgár. A második helyen Németország áll 881 ezer fővel, míg a harmadik Csehország, ahol 485 ezer ukrajnai menekültnek nyújtanak menedéket. Az Egyesült Nemzetek Menekült menekültügyi főbiztossága hivatalának január 5 e jelentése szerint a teljes körű orosz invázió 2022. február 24 e kezdete óta az Ukrajnából Európába érkezett menekültek száma elérte a 7.915.287 főt. A hivatal adatai szerint 4,9 millió menekült vesz részt a nemzeti átmeneti szociális védelmi és támogatási programokban. Összességében a múlt év február 24-e óta több mint 17 millió ember hagyta el Ukrajnát és ment a szomszédos országokba, és körülbelül 9,2 millió lakó helyét elhagyni kényszerült személyt vissza Ukrajnába, át a jelentésben.